Melyik a jobb, a Rainbow Six vagy a Tarkov? Mindeket. És valami. Most vesztettem el a nézőimnek a negyedik felét. Nem tudom, nekem mindeket tőlem, hogy ilyen tankényzet kéne írni belőle, meg tanulni. Hát igen, pont erre gondoltam, tegnap néztem a tegnap előtt Tarkovot. És tökre tetszik. Abszolút bejön. Igen, viszont, az olyan hardcore játék. Hát igen, viszont mikor Internál körülbelül 5 percen keresztül rakta ezt a fegyvert, akkor elgondolkoztam, hogy mekkora lexikális tudás kell ahhoz, és hogy bele akarok-e fetszelni ebbe ennyi energiát. Amit utána belőnek róla egy pillanat alatt, aztán csinálhatom. Elkezdtem a Rainbow Six-et is, de azt ott is rájöttem, hogy az operátorokat megtanulni, az operátorok ellen jó, hogy az operátoroknak mi az erős helyen, hol érdemes támadni, hol érdemes betonizálni. Hol érdemes ezt a karaktert használni, hol érdemes azt a karaktert használni, akkor megtanulni azt a karaktert, és hol kell fal, ahol is tudod, hogy ott is azt mondtam, hogy 2000 oldalas tankönyvet kéne jönni, és az bemagolni. Azt így elment a kedvem tőle, mondom, oké, lehet casual szinten nyomni, csak azért az nem poén, hogy lelövöldöznek az emberek. Nem. És abban belegondoltál, hogy ezzel jó érzést keltesz bennük, hogy téged megölhetnek? Nekem miért? És hogy hát másoknak örömet szerezni nem jó dolog. Jobb adni, mint kapni. Nem, urax? Amennyiben szólóztuk vala a célre. Rainbow Six-be. Szarra lőnek. Ezek automata fegyverek. Nekem meg csak egy kardom van. Az integ fokozzanak az embereknek. Szar érzés, hogy holnap te megyek dolgozni, de... Majd túlélem valahogy. És nem pihentem ki magam, azt kell, hogy mondjam. Még egy két hetet rá tudnék verni, az a helyzet. De hát, valamiből meg kell venni a hajószkint, nem? Igen. Ilyen az új season. Érted, az. Azt, hogy ennek új cipő kell. Így van, kell a coin, faszom.